A fedőt leemelve látszott a bogrács incsiklandó tartalma, a Paksi Reform Főzőklub Egyesület idén is részt vett a Kárpát-medencei Gastro Blues Piknik főzőversenyén, ezúttal két kategóriába neveztek, két különlegességgel. Egy zöldborsós csirkegulyást készítünk, és egy, hát ez egy ilyen svábos étel, a krumplis pacsát csináljuk borkorcsolyának. A zöldborsós csirkegulyásra a klub mesterszakása szerint azért esett a választás, mert úgy gondolják, a legnagyobb magyar költőnek, Petőfi Sándornak is ízlene, ráadásul a főzőversenybe Petőfi kedvenc ételei kategóriát is kiírtak a szervezők. Mivel tudomást szerzett a főzőklub arról, hogy Petőfi évében vagyunk, a Petőfi viszont nagyon szerette ezeket a házias, bőrére engedett gulyás típusú ételeket, és ezért esett így a választás, hogy mindegyik résznek megfeleljen, és abba bíztunk, hogy ez a hagyományos étel a nagy közönség tetszését is megnyeri, és nagyon sok támogatójegyet sikerül majd így begyűjteni. A Gastro Blues Fesztivál záróállomása vasárnap a Kárpát-medencei Gastro Blues Piknik, ezúttal is a jótékonyságról szólt. Kóstolójegyeket lehet vásárolni itt a helyszínen, és aki a legtöbb ilyen kóstolójegyet gyűjti be a főzők közül, azt kapja a közönség díjat. Jelképes áron lehet ilyen kóstolójegyeket vásárolni 250 forintért, és ennek a bevétele a testvérvárosunk, a Kárpátaljai Visk magyar óvodájának fenntartására gyűlik össze. De gyűjtöttünk már ugye borkóstolón, illetve a templomi koncerteknek a bevétele is erre a célra folyik be. A Gastro Blues Piknik délutánján a főzőverseny három kategóriájában hirdetett eredményt a zsűri. A legtöbb kóstolójegyet Szabó Tóni baráti köre adta el. A programról bővebb összeállítás tekinthető meg a Gastro Blues magazinban, a műsor visszanézhető a telepaks.hu oldalon.